Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Úgy látom, hogy a kormány ma nincs hiány az öndicséretnek, amiről megvan a véleményünk, de nyilvánvaló, akkor tények és számok mentén is mer vitatkozni. Hiszen áll előttünk egy olyan szociális katasztrófa helyzet, amellyel valamit kezdeni kell, akár bevallják önök, hogy probléma van ezen a területen, akár nem. Ugyanis talán hazánk az egyetlen európai ország, ahol a válsághelyzet alatt végig mindenféle kontroll és védelem nélkül folyhattak a kisnyugdíjak és a minimálbéres jövedelmek végrehajtásából eredő 33, illetve több követelés esetén 50%-os letiltások. Államtitkár úr számára nehezen lesz befogadható, de azért én igyekszem megkönnyíteni a dolgát. A helyzet az, hogy a KSH szerinti átlag nyugdíj tekintetében ugye 2020-ra 133 ezer forintos adatot hoztak ki, még nem is a medián nyugdíjjal találkozunk itt most, ami sokkal tipikusabb lenne, fogjuk meg ezt a 133 ezer forintot. Adódik rá mondjuk kétféle követelés, én is találkoztam olyan üggyel, ahol ugyanazt a követelést két végrehajtó banda próbálta a családon behajtani, utóbb kiderült, hogy indokolatlanul, de addigra ezek a letiltások már foganatosításra kerültek, államtitkár úr. A helyzet az, hogy a dupla letiltás után ennek a keresőnek, beszéljünk egy átlag nyugdíjasról, akinek csak ez a nyugdíj az egyetlen bevétele, 66 ezer forintja marad arra, hogy egy hónapig megéljen, államtitkár úr. Eközben adott esetben az önök egy minisztere 10 millió forintot tud realizálni támogatás keretein belül, mondjuk falusi csokra, biztos, hogy a rászorultság alapján. Ezért mondom, hogy nehezen befogadható, hiszen az önök világától távol áll, hogy valakinek ennyi pénzből kelljen megélnie. De nézzünk egy nettó minimálbéres esetet. Adott esetben, ha valakinek 111 ezer forintja marad, és ehhez jön egy ilyen 50%-os végrehajtói letiltás, amivel szemben önök nem akartak fellépni a válság alatt, ez a honfitársunk 55 ezer forintból kellene, hogy megoldja az egész hónapját. Eközben önök, államtitkárok és miniszterek több százezer forintos nagyságrendű gyermeknevelési támogatást, illetve kafetériát kaptak juttatásként. A helyzet, és még közben a magyar állampolgároknak a lakhatási célú kafetéria felvételét megnehezítették, annak a munkáltató általi kiutalását komoly mértékben akadályozták. De nézzünk egy szerencsésebb helyzetben lévő honfitársunkat, azt, aki garantált bérminimumot keres. Hogyha őt éri ez a végrehajtói letiltás, ez követően 72 ezer forintja marad, hogyha ő az egyetlen kenyérkereső, vagy mondjuk egy egyszemélyes háztartásról van szó. Eközben egy fővárosi albérletár mondjuk 100 ezer forint fölött van most már garantáltan a nagy városokban is, és azt látjuk, államtitkár úr, hogy benyújtottuk az azt illető javaslatot, hogy mentesítsük legalább a kis nyugdíjakat és a minimálbéres kereseteket az ilyen letiltások lehetősége alól. Önök nem szóltak semmit ehhez a témához. A kérdésem tehát egyértelmű, támogatja-e ön személy szerint, hogy a legkisebb jövedelmeket, bevételeket mentesítsük a végrehajtói letiltások alól? Köszönöm, tisztelt országgyűlés! Az interpellációra Völner Pál államtitkár úr, miniszterhelyettes válaszol. Önél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Hát képviselő úr által felvetett témában, vagy akár a múlt heti devizaiteles témában is azért jelentős ténybeli, hogy úgy mondjam, alapok hiányoznak. Tehát a devizaiteleseknél is azt vetette fel képviselő úr, hogy miért a 2015-i korszakról beszélünk, amikor jól tudjuk, hogy ezeknek a gazdasági bajoknak a nagy része az abból az időszakból ered, ezt Gyurcsány Ferencen most miután ilyen jól összejöttek, kiválóan meg tudnák beszélni. Amit most konkrétan említett képviselő úr, ezek a bizonyos letiltási ügyek, gyakorlatilag ez a magyar jogrendszer elmúlt 30 évnek a terméke. De előtte is voltak végrehajtások, és azt is tudjuk, hogy vannak olyan végrehajtandó tételek, és a zömét azért azok teszik ki, például gyermektartásdíjról van szó. Elborzadva mondta a képviselő, hogy 50%-os letiltás is lehetséges. Lehetséges. Ha több gyereket illet meg a gyerektartás, akkor valóban a tartásra kötelezett, akár a jövedelme 50%-áig köteles a gyerekeinek a neveléséről gondoskodni, hozzájárulni a házas társának a kiadásaihoz, amit a gyereknevelésre fordít. A többi tételek, amelyek ezeknél a letiltásoknál jelentkeznek, gondoljunk például a társasházi tartozások egy részére.
Mennyire méltánytalan lenne az, hogy gyakorlatilag a társaság többi tagja fizesse meg azokat a tartozásokat, amelyek mondjuk a vízfogyasztásból, világításból, akár a hulladék elszállításból keletkeztek, és amelyeket a társaság közös költségként köteles megfizetni, és ha nem állna rendelkezésükre ez az eszköz, akkor gyakorlatilag valóban lennének pótyautasok. Én nem vitatom, hogy valóban vannak olyan követelések, amelyeknek az érvényesítése jelentősen megnehezíti azoknak a sorsát, akik ezeket kénytelennek fizetni. Az is lehet, hogy kezességvállalásból rettek, ami nem közvetlenül értendő, de hát megint csak arra tudok kiukadni, hogy gyakorlatilag jogrendszer van, felnőtt emberek vannak, szerződési szabadság van, de szerződési kötelezettségek is vannak, tehát nem rúghatjuk fel a jogrendszer egészét. Válsághelyzet van, említette képviselő úr, ezért van például a hiteltörlesztési moratórium. Sőt, rövidesen, mi tudjuk, jelenleg is a veszélyhelyzet miatt kilakoltatási moratórium van, rövidesen a téli kilakoltatási moratórium is életben lép, amelyet éppen ez a kormányzat hosszabbított meg kereszténydemokrata felvetése, hogy gyakorlatilag hosszabb időszakon keresztül védettek az emberek, akár a veszélyhelyzet elmúltával is, tehát áprilisig ki lett ez terjesztve, ön is nagyon jól tudja, gyakorlatilag minden olyan intézkedést, amelyek a működőképes jog keretei között elképzelhetőek, végigvihetőek, ezeket próbáltuk végigvinni. A másik része pedig a válságra való hivatkozásnál, hogy gyakorlatilag igazából azok vannak nehéz helyzetben, akinek a jövedelme megszűnik, eltűnik, csökken. Gyakorlatilag ezeknél a letiltásoknál, hál' Istennek, a jó sikeres válságkezelésnek köszönhetően is, megmaradtak a munkahelyek, megmaradtak a jövedelmek, a kötelezettségeket, annélkül, hogy feltorlódának, szakaszosan folyamatában lehet törleszteni, nem egy kényelmes állapot, de még nagyobb bajokat okozna az, hogyha ez feltorlódna és nem lehetne folyamatosan kezelni. Úgyhogy én ebből a szempontból, hogyha végig gondolják képviselő úr, mert attól nem tűnik el az adósság gyakorlatilag, sőt lehet, hogy halmozódik a kamatok és egyebek miatt, hogyha a törlesztés nem olyan mértékben valósul meg. És ezeket a jogi kereteket nem véletlenül alakították ki korábban így, hogy nem lehet a teljesre, 33% a plafon, kivéve azokat a kivételes eseteket, amelyeket ön is említett, és én is részleteztem. Úgyhogy kérem a válaszom elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr válaszát. Megkérdezem, képviselőt elfogadja a miniszterhelyettesi válasz. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, azért nem tudom elfogadni ezt a választ, mert nem volt őszinte és nem volt egyenes. Az államtitkári kioktató szavakat én most félretenném, mert ez egy szakkérdés. Államtitkár úr, én minden alappal mondhatom, hogy önök pedig a bankokkal kötöttek paktumot, hiszen aláírtak egy olyan EBRD paktumot és a bankszövetséggel egy olyan megállapodást, amellyel lényegében kicsinálták a korábbi devizahitel károsultakat. De az, hogy ön a gyerektartás mögé bújik, ez egészen elképesztő. Én minden tekintetben támogatom azt, hogy minden gyermek számára az a tartásdíj jusson a lehető leghamarabb. Államtitkár úr, ön nem támogatja ezt. A helyzet az, hogy itt a vitán én megtettem azt a javaslatot, hogy magyar állam előlegezze meg az összes ki nem fizetett tartásdíjat, és majd utólag próbáljuk behajtani a jogosultaktól. Önök nem támogatták ezt, egy sokkal puhább, lájtosabb javaslatot nyújtottak be, és egy sokkal gyengébb törvényjavaslat ment keresztül. Tehát ön ne bújjon-e mögé, és államtitkár úr, árulja el nekem, hogy nyugdíjasok esetén, amikor a kis nyugdíjakat akarjuk megvédeni, mennyire tipikus, hogy ezekből gyermektartást kelljen levonni. Ne vicceljen, vegyek a kérdést, álljanak végre a magyar emberek. Köszönöm szépen.